Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Együttműködik a Grosics és a Termál. Papírra vetették a mindkét klub számára előnyös megállapodást. Lendületben a gyűjtés. Egy lépéssel közelebb kerültünk a koraszülötteket szállító mentőautóhoz. Rajzkiállítás a magvetőben. Székelyhídi Attila festőművész munkássága előtt tisztelegtek a gyerekek. Gyula lesz a díszvendég. Központi szerepet játszik a Fürdőváros a 20. Csabai Kolbászfesztiválon. Papírra vetették az eddigi gyakorlatot, vagyis több területen együttműködik a Grosics Akadémia és a Termál. Az erről szóló megállapodást kedd délelőtt írták alá. Ez a nap híre. Elsőként Kisrigó László püspök és Görgényi Ernő polgármester látta el kézjegyével a Grosics Akadémia és a Termál FC között létrejött megállapodást. Eljutottunk most tényleg egy olyan történelmi fordulóponthoz, amely... A kedd délelőtti eseményen Kónya István gyulai alpolgármester ismertette az együttműködés részleteit. Szavaiból az derült ki, kiemelt szerepet kap a tehetséggondozás, a gyulai gyerekek a Grosics révén helyben kaphatják meg a térségben elérhető legmagasabb szintű képzést, nem kell máshova utazniuk. A közös rendezvények és edzések mellett a feleknek figyelembe kell venniük egymás minőségi és mennyiségi elvárásait. Magasabb szintű képzésben részesülhetnek a gyulai gyerekek az együttműködésnek köszönhetően, derült ki Adem Kapics szavaiból. A Grosics Akadémia sportigazgatója azt mondta, lehetőséget adnak a gyerekeknek, hogy kiteljesedjenek a sportban. Kisrigó László püspök megemlékezett az akadémia évekkel ezelőtti kezdeteiről, amikor közel 2 milliárd forintból zöldmezős beruházásként építették fel a létesítményt, a városban mindig partnerre találva. A városnak köszönjük az együttműködést kezdettől fogva. Hosszú volt a történet annak, hogy egyik helyről a másikra, hogy jutottunk, és nagyobb terület, amire szükség volt, hogy jutottunk ahhoz is. De nem véletlenül jöttünk ide, mert itt minden adottság megvolt arra, hogy itt megtegyük azt, amit szeretnénk. Görgényi Ernő polgármester a megállapodást egyfajta katalizátorként értékelte, mely további lendületet adhat az egyházmegye és a város kapcsolatának. Ebben a városban minden a város érdekét elsődlegesnek tekintő, felelős döntéshozó támogatta az egyházmegye fejlesztési törekvéseit, támogatja és támogatni is fogja. Csak arra hagy utaljak, hogy már az előző polgármester asszony is támogatta, és az a képviselőtestület is, aki akkor működött, amikor ő volt a város vezetője, és támogatta ennek a létesítménynek a felépítését. Elhangzott, a már az óvodák szintjén létrejövő együttműködés megteremti a lehetőségét annak, hogy több fiatal sportoljon, illetve hogy a legügyesebbek egészen magas szintre jussanak. Újabb állomásához érkezett az adománygyűjtés a koraszülötteket szállító mentőautóért. Kedd délután a kórházban tartottak sajtótájékoztatót. Nagyon szépen köszönjük. 500 ezer forintról szólt a legutóbbi adomány. Minél hamarabb gyűjjön össze az összeg. Melyet Jurdi Imád szülésznőgyógyász főorvos, a Pándi Kálmán Alapítvány kuratóriumának elnöke adott át jelképesen a Viharsarki Koraszülött Mentő Alapítvány vezetőjének, Abdulrahman Abdulrab Mohamednek. Tudjuk, hogy ezek a koraszülöttek, ezek töréken alkatúak, illetve hát szükségelnek egy megfelelő szállító, megfelelő eszközökkel, illetve az időfaktor, ami nagyon lényeges, hogy minél hamarabb érjenek olyan helyre, ahol szükséges, hogy ott legyenek. A koraszülött mentőautó megvásárlásáért gyűjtő szervezet tagjai sok munkán vannak túl. Ennek az egyik újabb eredménye ez a felajánlás. Kezdettől kezdve támogatta a kezdeményezést, tudta, hogy szükség van erre a mentőautóra. Én nagyon szépen köszönöm a Pándi Alapítványnak azt a szép felajánlást, és nagyon sokat fog segíteni nekünk. A sajtótájékoztatón Becsei László főigazgató főorvos elismeréssel szólt a kezdeményezésről, méltatva jelentőségét, majd némileg váratlanul olyan bejelentést tett, mely a koraszülöttek, újszülöttek életesélyeit még tovább növeli, egy több évtizedes probléma sok halasztást szenvedett, de egyre inkább közelgő megoldásával. Jövő év végéig, jövő év novemberéig, amennyiben elkészülnek az építészeti munkálatok,
akkor a Kárpát utcán jelenleg helyet foglaló gyermekosztály és természetesen PIC részleg is beköltözik a központi telephelyre, ezáltal a szülészeti osztályhoz még közelebb kerül, és sok-sok évtizedes probléma oldódik meg, azáltal, hogy a parentális intenzív centrum és a újszülött intenzív centrum is a szülészeti osztályhoz közel fog kerülni. A Békés megyei központi kórház a Gyulai Gyermekosztály Semmelweis utcai beköltözésére központi forrásból 640 millió forintot kapott. A kivitelezési munkálatok a szükséges tervezés és közbeszerzés után jó eséllyel jövő novemberig fejeződnek be. Székelyhídi Attila festőművész munkássága előtt tisztelegve rendeztek rajzkiállítást a Magvető iskolában a gyerekek alkotásaiból. A rajzok egyben pályázati anyagok is, így azokat majd versenyekre küldik tovább. Székelyhídi Attilának a tanítványa voltam valamikor, és tulajdonképpen erre mondhatom azt, hogy az ő szakkoréből indult el az én pályám. Azt szoktam mondani, hogy ő volt az első olyan ember, aki nem mondta azt, hogy ne csináld ezt. Az egykori tanítvány Kukár István rajztanár beszélt Székelyhídi Attilához fűződő viszonyáról, akinek tiszteletére rendeztek kiállítást a Magvető Református Iskolában. A tárlaton azokat a rajzokat állították ki, melyeket a szakkörökön, rajzórákon készítettek a gyerekek, az alkotásuk egy jelentős része pedig valamilyen pályázatra készült. A tárgykör nem volt megadva, még egy szerelőről is láthattunk rajzot. Gépszerelő. És azért, mert hát szeretek gépezni is, és eszembe jutott, hogy hát miért ne csináljunk gépszerelőt. Fodor Judit pedagógus szintén személyes ismertséget ápol Székelyhídi Attilával, hiszen tanítványa is volt, így az ő munkássága nagy hatással volt a pályájára. Most 25 gyermek 40 alkotását állították ki, amelyek között szerepeltek olyanok is, amik a református szeretetszolgálat pályázatára készültek. Mit jelent számomra, hogy református vagyok? Ez egy egész nehéz kérdés, hisz egy gyermeknek ezt megfogalmazni nagyon-nagyon töredelmes, tehát el kellett nekünk magyarázni, hogy tulajdonképpen a gyülekezetbejárás a Biblia forgatásán kívül a cselekedeteinkben nyilvánul meg igazán az, hogy ők milyen református emberek, milyen Jézus követők. A kiállítás megnyitó Kukár István hangsúlyozta. Az elmúlt években sokat változott a gyerekek rajzoláshoz fűződő viszonya, ma már a technikának is köszönhetően nem akkora dolog, ha valaki ügyesen rajzol, mint annak idején. Nyilván elsősorban én úgy gondolom, elektronikán köszönhetően olyan programok vannak ma már a gyerekek kezébe, hogy az a féle igény, ami a rajzolás, hogy minden emberről benne van, ezt a Photoshop, vagy a most nem akarok itt ugye programokat emlegetni, azok teljesen kielégítik ezt az igényt, gyorsan lehet eredményre jutni, és nagyon látványos dolgot lehet vele megcsinálni. A kiállításon a gyerekek rajzai mellett Székelyhídi Attila néhány korábbi tanítványának képei is láthatóak voltak. Gyula lesz a díszvendége a 20. Csabai Kolbász Fesztiválnak. A fürdővárosnak így lehetősége lesz bemutatni legfontosabb értékeit a turizmustól a gasztronómiáig. Javában folynak az építési munkák az idei jubileumi 20. Csabai Kolbász Fesztivál helyszínén a sportcsarnokban és környékén. A szervezők nagyon bíznak benne, hogy sikerül a kerek évfordulóhoz méltó rendezvényt tető alá hozni a hétvégén. A fesztivált 100 000 négyzetméteren rendezik meg, a sátrak 15 000 négyzetmétert foglalnak el. Idén 750 csapat gyúrja majd a kolbászt, és az esemény 4 napja alatt több mint 100 000 vendéget várnak a szervezők, nem csak itthonról, hanem Európa több országából is. A fesztiválon minden évben lehető kap egy belföldi és egy külföldi település, valamint egy borvidék a bemutatkozásra. Idén a rendezvény díszvendége Gyula lesz, ami számos lehetőséget ad a fürdőváros népszerűsítésére. Nagyon-nagyon különleges dolog lesz, amit kitaláltak, egy igazi, mint egy igazi vendégváros, mint egy igazi vendégfogadóváros úgy fog bemutatkozni Gyula. Ezen kívül, hogy egy standjuk van, a színpadon sok programmal fog visszaköszönni Gyula
és Gyulának az értékei. A disznóvágáson ugyancsak szerepet kap, és gondolom a hagyományőrzők, a gyulai hagyományőrzők fognak disznót vágni, bemutatják azt, hogy miben különbözik egy gyulai disznóvágás egy békés csabai disznóvágástól. Hát nagyon sok minden. Mi lehetőséget adunk arra, hogy minden értékét, ami egy ilyen fesztiválon bemutatható, azt mutassa meg. A szervezők a jubileumnak megfelelő programokat kínálnak a vendégeknek. A helyi kultúra és gasztronómia felvonultatása mellett nagy hangsúlyt fordítanak a hagyományőrzésre. A szombati versenyt megelőző napon ifjúsági gyúrást rendeznek, ahol általános és középiskolások mellett egyetemisták fognak több mint 200 csapattal versenyezni, de lesz unokák és nagyszülők megmérettetése is. A fesztivál 4 napja alatt a hazai könnyű zenei élet színejava is megfordul majd a rendezvény színpadokon, az egyik legnagyobb zenei programnak a Modern Talking fellépéseig érkezik. Két helyen emlékeztek Gyulán az 1956-os eseményekre. Rövid hírek következnek. Corvin köz. Magyarország. Idegen hangzású, furcsa nevek sorát ölti elő a rádió. A gyulavári kopjafánál a Kalliope diák színjátszókör tagjai idézték meg az 1956-os forradalom eseményeit a 60 éves évforduló alkalmából rendezett megemlékezésen. Emlékbeszédet mondott Kónya István a polgármester, rámutatva, hazánk több mint 1000 éves történelmének számos véráztatta eseménye volt, amire mindig emlékeznünk kell. Ilyen volt 1956 is. A rendezvény zárásaként a jelenlévők a kopjafánál elhelyezték a tiszteletkoszorúit. A városi program az október 23-a téren a himnusz hangjaival vette kezdetét az Erkel Ferenc vegyes kar tolmácsolásában. Emlékbeszédében Görgényi Ernő polgármester hangsúlyozta, azokon a nemes eszméken, melyeket a forradalom képviselt, nem fog az idő vasfoga, a szabadságharc értékei örökérvényűek és egyetemesek. Az ünnepi műsorban Dress Mihály kiváló művész és Őze Áron színművész emlékezett a zene és a költészet nyelvén a forradalmi eseményekre. Ülünk a mindenség szélén, tán arra várunk, hogy fölfajjon a bánat, és várunk, csak várunk, szomjasztó várásban. Által folyik rajtunk a világosság, de elhagytuk valahol kőedényeinket. Elhagytunk valahol minden akarást. Az ünnepi megemlékezés végén a jelenlévők az 56-os emlékműnél elhelyezték a tiszteletkoszorúit. Közös ünnepi közgyűlés tartott a megyei önkormányzat és a Tóth-Komlósi képviselőtestület az 1956-os forradalom 60. évfordulóján. Békés megyéért kitüntetést vehetett át Fekete Pál a nemzet és Békés megye érdekében végzett kiemelkedő szolgálatáért, Dancsó József, a Magyar Államkincstár elnöke, Békés megye településeiért végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként, és Jancsik Ferenc, színművész, Békés megye kulturális életében nyújtott kimagasló munkája elismeréseként. A polgárokért díjat Szabadkígyós polgármestere Balogh József érdemelte ki, a díjat Kubatov Gábor országgyűlési képviselőtől vette. A megemlékezés második felében emlékművet avattak Juha Richárd szobrászművész munkáján, 113 börtönbüntetésre ítélt ember neve szerepel. Nóta műsor is színesítette az idősek világnapja alkalmából idén is megrendezett ünnepséget a Prohászka Zsolt tornacsarnokban a hétvégén. Az idei rendezvényhez csatlakozott a Megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetsége is, melyre a megye minden részéből érkeztek szépkorúak. Görgényi Ernő polgármester köszöntő beszédében hangsúlyozta, kötelességünk szüleinkről, nagyszüleinkről gondoskodni, hiszen nagyon sokat köszönhetünk nekik. A rendezvényen idén is megválasztották az év nagymamáját, aki Kevevári Józsefné lett, ő közel 40 évig dolgozott a gyulai kórházban. A kitüntetett nagy megtiszteltetésnek tartja a díjat, mindennapjait unokái és családja színesítik meg.
Az év nagypapája ebben az évben Kovács Ernő lett, akit nagyon meglepett, hogy ő érdemelte ki ezt a címet, ami különösen kedves a számára. A diploma honoris is gazdára talált az ünnepségen, amit olyan személyeknek adományoznak, akiknek bár nem volt felsőfokú diplomájuk, de hosszú éveket dolgoztak le áldozatosan az egészségügyben. Idén ezt az elismerést Bakó Jánosné érdemelte ki, aki soha nem tudta elképzelni, hogy más területen dolgozzon. Az idősek napja az ebédet követően egy zenés délutánnal ért véget. A Bánk Bán leghíresebb áriájának a dallamára vágták át péntek délután a nemzeti színű szalagot Vésztőn. Az ünneplésre az adott alkalmat, hogy itt is megnyílt a kormányablak, vagyis a Vésztőn élő emberek immár helyben intézhetik ügyeiket, nem kell emiatt Szeghalomra, vagy adott esetben Békés Csabára utazniuk. Ács József országgyűlési képviselő a vésztői városvezetés szerepét, az önkormányzat anyagi áldozatvállalásának a jelentőségét emelte ki. Békés megye kutatja azokat a pontokat, melyeken keresztül ki tud törni, jelentette ki Latorcai János, az országgyűlés alelnöke. A vésztőivel már a 13. kormányablakot nyitották meg a megyében, hangsúlyozta Gajda Róbert kormány megbízott, aki kitért rá, hogy a helyi önkormányzatok odafigyelnek arra, hogy az ott élők minél magasabb színvonalú szolgáltatáshoz jussanak. A megye első kormányablakának megnyitása óta több mint 560 ezer ügyfél fordult meg az integrált kormányzati ügyfélszolgálatokon, az ügyek száma elérte a 636 ezret, az ügyfél elégedettség pedig Békés megyében 83%-os. Két pont választotta el a mérkőzés előtt a Szeged 2011 Grosics Akadémiát a Soroksártól. A 10. percben megszerezte a vezetést a Szeged Grosics. Király szabadrugása Farkas fejét találta meg, aki bevette Holzer kapuját. A 23. percben Siei ívelt Lovrencsicsnek, de a támadó mellé fejelt. A 30. percben Mészáros szöktette Andorkát. A szegedi támadó már úgy tűnt, hogy átverekedte magát a védelmen, de a 16-oson belül Gengericki szabálytalankodott, így gyarmati kettő játékvezető 11-est ítélt, melyet Andorka végzett el, de Holzer hárított. A sorozatos szegedi helyzetek után váratlanul egyenlített a Soroksár. Csillus távolról óriási gólt lőtt. A 38. percben Germán szöktette az üresen robogó Andorkát. A csatár elfektette Holzert, de már nem tudta a kapuba helyezni a labdát. A 69. percben egy baloldali beadást követően Lovrencsics szerezte meg fejjel a vezetést a Soroksárnak. A mérkőzés hátralévő részében továbbra is a Szeged Grosics dominált. Zádori hiába talált a kapuba a 78. percben, hiszen lesjelzett a partjelző. Nem sokkal később pedig távolról is ő próbálkozott. Az összecsapás hajrájában szabadrugásból próbálkozott a Szeged, de a mérkőzés végét jelző sípszóig már nem változott az eredmény. Szeged 2011 Grosics Akadémia, Soroksár SC 1-2. A Szeged Grosics szerdán a Budafok ellen lép pályára a Magyar Kupában, vasárnap pedig a Szolnok ellen mérkőzik meg. A csapat következő hazai mérkőzését november 6-án a Puskás Akadémia ellen játssza. A hideg idő beköszöntével már számítani lehet influenza-szerű megbetegedések kialakulására. Ma arról kérdeztük az embereket, beadatják-e maguknak a védőoltást. Ezekben a hetekben már számítani lehet az influenza járvány kialakulására. Ön beoltatja magát a betegség ellen? Igen, igen. Minden évben beszoktok, minden évben, igen. Nem is volt akkor különösebb probléma? Nem volt, még eddig nem volt probléma. Ön egyébként akkor ezek szerint a védőoltás mellett van? Igen, igen, igen. Feltétlenül, igen. Egyébként védőnő voltam, és a védőoltások azok veszőparipám. Úgyhogy azokat van. Mindenképpen, igen, igen, igen. Mert vannak, akik ellenzik, hogy a védőoltás. Igen, tudom. Nekünk nem okozott soha semmi problémát. Mi már egyszer beoltatok magunkat, és sajnos utána lett következménye. Kijött ez az övsömör. Ezek igen. Szerint allergiás rá, vagy nem? Hát több, nyilvánvaló több, mint valószínű. Uh-huh. Akkor idén már nem oltad? Hát megfontolom. Láthatósági mellényt adnak a rendőrök, korszerűsítik a békési rendelő elektromos rendszerét. Lapszemle következik. Több forrás az uniós pályázatokra. Összesen 70,6 milliárd forinttal 2327,4 milliárdra nőtt az idén meghirdetni tervezett
gazdaságfejlesztési pályázatok teljes keretösszege, írta az Orosz Café. A kormány megemelte az ebben az évben meghirdetendő gazdaságfejlesztési pályázatok keretét, és az eddig ismert menetrendhez képest 10 új pályázati felhívás várható. Láthatósági mellényt adnak a rendőrök. A Békés megyei Balesetmegelőzési Bizottság a rendőrjárőrök szolgálati autóiba láthatósági mellényeket helyezett el, közölte a Behír. Ezeket a rendőrök díjmentesen odaadják azoknak a gyalogosoknak és kerékpárosoknak, akiket a külterületeken fényvisszaverő ruha nélkül látnak közlekedni. Korszerűsítik a rendelőintézet elektromos hálózatát. 30 millió forintos támogatással és alig 1,5 millió forint önerővel újítják fel a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő József Attila utcai telephelyének elektromos hálózatát, írta a Békés Város. A 2017-es beruházás az egészségügyi alapellátást szolgáló épület egészét érinti majd. Barokk műalkotások Nagybecskereken. A Bécsi barokkmesterek a Vajdaságban című kiállítást október 19-én nyitották meg a délvidéki Nagybecskereken, a Városi Múzeum kiállítótermében, írta a Magyar Kurír. A kiállítás anyagának zömét a bánáti templomokból származó oltárképek alkotják, de a Nagybecskereki Népmúzeum 4 műtárgya is látható a tárlaton. Szerda délelőtt még előfordulhat eső, de egyre inkább erősödik a szél és csökken a felhőzet. Csütörtökön napos, hűvös idő várható. Szerdán délelőtt még erősen felhős, borongós időre kell készülni, és gyengülő eső is várható. Élénk északi szél fúj. A déli óráktól észak felől vékonyodni, szakadozni kezd a felhőzet. A hőmérséklet az éjszakai 13 fokról kora délutánra szinte nem is változik, 13 fok körül alakul. Csütörtökön döntően napos, de hűvös idő valószínű, átmeneti mérsékelt, felhős időszakokkal és északi széllel, ami estére várhatóan legyengül. A hőmérséklet 5 és 11 fok között változik. Lássuk még egyszer mai híreinket. Együttműködik a Grosics és a Termál. Papírra vetették a mindkét klub számára előnyös megállapodást. Lendületben a gyűjtés. Egy lépéssel közelebb kerültünk a koraszülötteket szállító mentőautóhoz. Rajzkiállítás a Magvetőben. Székelyhidi Attila festőművész munkássága előtt tisztelegtek a gyerekek. Gyula lesz a díszvendég. Központi szerepet játszik a Fürdőváros a 20. Csabai Kolbász Fesztiválon. A Gyula TV híradóját látták, most a két jegy és a sorsforduló, utána a pódium következik. Nézzék híreinket, videóinkat a Facebookon és a gyulatelevízió.hu oldalon is. Köszönjük figyelmüket, további jó tévézést kívánunk!